perk slot ez is, aha. Jó, és akkor most kéne oda középre menni. Jó, itt még én nem jártam? Ez lehetséges volna? Vagy ebben a nagy hasadékban nincs is keresni valónk. Van? Ja, hogy azért nem, mert ez ilyen magas. Oké. Okay. És akkor megyünk oda vissza, középső. How many safe houses does the path have left? I do not know. I suspect there are not many. Szerintem ő Jon Snow-nak valamilyen leszármazottja lehet. Ő se tud semmit, mint Havas John. You can do it! Ha most már látjátok, ott zölddel van. Hát tudtam én, hogy gőzgép, csak hogy ugye mi hajtsa. Illetve hogy jutunk föl? Valahol vagyon egy ilyen kapaszkodós cucli. Akkor mennyi el akkor magadnak, more? Igen. Igen. És akkor... lift. Fixen egy pancsó lesz. Figyeld meg. Eno Cordova lézerkardja. Vagy fénykardja. Spádéja. Vagy hogy hívjuk, aminek szeretnétek. Vagy itt egy Echo. Megvan. Szia, Dodo! Hello! What greater knowledge can one bestow than to help those that follow find their way? My journey is nearly at its end. When I look back, I see suffering, sadness, yes, but also joy and friendship. And so I return to my apprentice side with no regrets. Final lesson. Na jó, igen, és akkor itt még a moon. Map upgrade treasuries. Unlock relics, igen, are now shown on the holo map. Ach, so! Ha mindent is látunk. Az konkrétan ugye, amit nem tudtam, robotocska. Lost treasury. Aha. Hát most már aztán... jó, itt már nagyon sok a jelölés, viszont feljöttünk 85,8%-ra, tehát very big. Jó, hol van az én kis karakterünk? Itt, aha. Hát akkor menjünk ki. Merin, bezárjuk örökre ide. Nem adta be a dereket, bezárjuk ide. Oké, kell Kestis újra szingli. Merin, érted, aggódtunk. A bukovári. Hol a droidika? Most az eltűnt az a droidika? Tehát itt a kincs. Kincet kéne megtalálnom, a kincet. A droidikából. Shit. Kell egyet menteni, hogy ki tudjuk szedni a kincset. Ott van szembe. És akkor újra leszpónol a droidika.
azt a Merin zárod be, aki tud teleportálni? Én elhittem, hogy látnia kell a célpontot. De úgy látszik, ő egy egyel erősebb varázsló. Akkor egy pihenést előadunk. A perkeknél van egy üres szlotom, ami arra elég, hogy díszelegjen. És akkor visszamegyünk. Három egy... Aha. Hát persze. Nyilván. Egyértelmű. Szálljál föl erre. Várjál, meg Y fordul és jelsz. Ott a kis droidika. Azaz, Vin, megvan a scroll. Very good. Ezért jöttem amúgy. Okay, mehet a bunyó. Három nagy dög. A csaj egy Ford Focus szeretne, azt mondta. Ti is hallottátok. Animációban volt, amíg nem tudott megütni az egyik. Merin az... kemény van. Szerintetek 90 fokon mennyi idő alatt készül el a pizza? Hát... 3-3 és fél óra, és nem lesz túl jó. Legyen az 200 fok, én azt mondom, hogy ha engem kérdezel, mert nem vagyok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szakértő, de maybe az jobb lesz. Ott is van valami cucli-mucli amúgy, meg ott is van valami cucli-mucli, meg ott is van cucli... mindenkinek a Teréz anya. Úristen, itt hát mennyi mindent kell fölvennem nekem itt? Hát komolyan! Menjünk! Na. Köszönöm szépen. Végre egy kis fagyi. Na jó. Akkor most hagyjuk ezt abba, de nagyon gyorsan. Mielőtt elkezdek nyálat csorgatni a streambe. Hello! Go on! Jó, majdnem sikerült eltörni. Mint a hátunk mögött van valahol. Ott a kis robot. Megvan. Let's hang on to this. Ez az. Azt mondja, hogy én megvettem egy hete a jégkrém csomagot, aztán nem tudok enni, mert jéghideg van. Hát amúgy igen, konkrétan... Bár most már lassan egy hete csak az eső van, tehát hogy már most az én már unom. Tehát hogy nekem általában nem szokott bajom lenni az ilyennel, de most már azért, most már engem is zavar, hogy állandóan esik. Tehát hogy konkrétan a terasz az már... Na mindegy, használhatatlan az egész szitu. Szóval... Aha, azt... ezt mégis hogy? Hát innen fel tudok ugrani oda? Hát ez hazugság. Én nem tudok oda felugrani innen. Tehát ergo onnan kell tovább jönni ide. Ha jól értelmezem. Jaj, hogy ti is itt vagytok! Na jó. Hát meg sokkolnak.
Throw it! Halni, barátom. Ajaj, szóval akkor megint csak föl kell oda mennem, itt végig kell jönni, és át kell ugranom ide. Ide. És onnan lehesnem kell oda. Ez lehetséges mind megoldás. Vagy nagy jakról kell ugrani, nem? Hol egy ilyen jak? De itt nincs olyan állat. Halló! Gyere már ide! Szia Marga Tucci, hello, hello! Szóval, hogy itten vannak ők, őkek. Őket vittem. It is acceptable. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Na, azt az meg most jött oda. Aha, innen figyelj! Now! Az ötlet, mint olyan, egész jó volt. Kivitelezés részével vannak még fenntartásai. Júj, ne ugorj le, ne ugorj le, nem éri meg! Na jó. Akkor végig megyünk megint. Az erővel mennyiből tartana behorpasztani azt a dobozt? Az a baj, hogy te azt gondolod, hogy Kyle Kestis egy főhős, egy alfa, egy elképesztő erő birtokában lévő Jedi. De ez nem így van. BD van ez a főhős, ez a humanoid, ez csak egy ilyen tessék-lássék tini gyerek, akit éppen megcsapott Merin parfümének illata, és kanos kisfiúként adja elő itt a keményet, de közben nem az. Látod? Hát túl buzgó, túl sokat csinál, túl sokat akar. Igen, és akkor most tehát most az fog történni. Ide így megérkezünk. És akkor... Ne. Igen, ide jöttünk, ezért. I think Sister Task will want to take a look at this. Jó. Jó. Hát ott még van egy pár, ugye? Rohadt életben. És nagyon jó, de most hogy megyünk ugye vissza? Most azt nem mond nekem, hogy... Hát pedig... Akkor nem mondom. Jaj, hát már megint ott van három. Persze, tört ki a bokádat, hülye gyerek. Most azt mondta, hogy innen nem tudok leugrani. Azt mi a stem, buddy? Jó, lejöttem. Most van már megint ilyen három ilyen dög, azt hagyjuk már. Jó, ott fölmegyünk. Ha ezt megcsináltuk, gyerekek, utána már csak úgy fognak minket hívni, hogy a Jedi kifosztó. Pucoló. Vagy valami hasonló nevek fognak itt szerintem keringeni az internet bugyraiban. Jó, és akkor már arra. Fű, igen,
Jedi fosztogató. This has been here for a long time. Régóta van itt. Mondja kell Kessis. Jó, várjál, mert itt van egy fönt is, meg van egy lent is. Nem, tévedéses. Van egy fél út. Meg egy lent. Na, és ez itt? Az ott hogy? Van egy ajtó. Lehet, hogy ezt az ajtót kéne meglátogatnunk. Ugrás, ugrás, dodge. Szép. Ugrás, dodge, ugrás. Szép. Watch your step, Jedi. Miért? Hello. I didn't know there were any Narcus scouting this close to the Empire. There aren't. And I'm not scouting. Leave me in peace. Very well. So what are you doing out here? Waiting for a gap in the patrols. I'm taking the antiquities from this Wayhouse cache. Taking them back to the archive? No. To the Holy City. I'm going to sell them. Sell them? Did you see what happened to the archive? There's nothing left here. These relics should be worth enough credits to buy passage off-world. Listen, if the Empire traces those relics to this region, they might suspect something. And if they do, look around. The Empire's already here. What about when they find out you will leave the relics here? I will leave the relics here. They're worthless trinkets. You wouldn't be able to sell them. They're worthless. I wouldn't be able to sell them. I think I'd better leave it all here. Take the door codes. Do what you want with them. It doesn't matter to me. All right. Így kell ezt csinálni, Dutch. Így kell ezt csinálni. Ha, relikvia. Nagyon jó, nagyon jó. Megjediztük, elmetrük. És nagyobb lett a forcse. Forcse? Nagyon jó. Oké, ez siker. Na most azonban Amber de. Még mindig nem tudom, hogy oda hogy. Hatolunk oda. De nagy valószínűséggel örültem a találkozásnak, viszlát, hello. Hát ezt nem így terve. Amúgy. Hoppá! Szia, Amy! Az oszt igen! De várjál, mert van egy lent is, az meg szerintem egy droid lesz. Így is van. De ne fuss el az anya! Merin, csinálj már valamit, hát ez elfut az életbe is, az a rohadt anyádba! Jajajaj, bocsánat, ez nagyon csúnya volt. Tehát értitek, a Jedi gyerek nem tudja odahúzni a droidot. Tehát, hogy nyomod a húzást, akkor nem csinálja ezt a droidot, nem lehet. Néha azért az agyadat kikaparod a mechanikák tól, de tényleg. Annyira illogikátlan, de ettől függetlenül megbirkózunk vele, megküzdünk vele, megcsináljuk, és elmondhatjuk majd, hogy meg van csinálva. Leginkább. Na, akkor most pihenünk egyet, hogy ő respawnoljon, ez a kis mocskos kis droid.
És akkor most futhatunk oda-vissza. Persze ezt lehet, hogyha esetleg előadtam volna egy nagy állattal, lehet, hogy kicsit gyorsabban futunk ide-vissza. Erre jó irányba megyek amúgy? Abszolútli. Jó, hát akkor még egyszer, tehát még egyszer. Itt lesz a két oszlop között. Ott van. A fight! Megvan. Not a bad find. Valamiért tudtam most ezt használni. Én nem tudom, mi történik ott. Ó, jó, hogy a skorpió lény az azt mondta, hogy elalszik a harc közben. És akkor most ez is meghalt. Érdekes, de annál jobb. Jó. Csodálatos 87,2%, hölgyeim és uraim. Aha, ott az az ajtó az, ami nekem kell. Itt van egy ilyen nagy állat, menjünk. Menjünk azzal. Hopp! That's cute. Köszönöm szépen. Ja, nem rólam van szó? Slow down now. Miért fordult meg? Ne forduljál meg, hát... Hát arra. Hát mondom én, hogy arra. Nem? Nem arra? De arra. Hát mondtam én, hogy arra. Hát tudtam én, csak nem sejtettem. Na jó. Milyen tevéd van? Hát figyelj, amilyen találtunk itt a sivatagban. Nyulányka. Ősi leszármazottja. Sípol az érzékelőm, itt kell behatolni. Jó napot ki... Vigyázz, pukkan! Jó. És akkor már csak a nagy van. Anyád. Megvan. Azaz. Van egy gyerkó. Vicces volt a droid. These sands hold the wisdom of all those who walked them centuries ago. Remarkable. This was worth the journey, my friend. Milyen tévém van? Hát itt ebbe a szobába semmilyen. Leginkább. A nappaliba amúgy meg egy azt hiszem Samsung. Oké. Okay. Ezt pedig kérlek szépen titeket. Perk slot? Nem! Skill point! Very good. Akkor elvileg ez a rész is pipa. 87,7%. Jó. Oda el tudnánk gyors utazni, akkor azt fel tudom venni, és hogyha erre felé jövök tovább, akkor azt is. Tudunk gyors utazni ide? Vagy... Vagy csak meditation pontok között lehet gyors utazni? Hol lakok? Budapesten. Következő kérdés. Ott van, ott be lehet hatolni. Behatoltunk már egyszer?
De ott behatoltunk tényleg, azt tudom, akkor csináltuk, amikor a... Igen, az ott ki is van pipálva, yes. Akkor viszont erre felé mehetünk. Sőt, téves információ, ide kell jönnünk. Ott fel, aha, oké. Okay. Látom, utunk, mehetünk. Otthon. Otthon lakik. Ahol a madár sirály. Következő kérdés, miért? Mert az erő így alakított. Mert csak. Lépcsőházba. Van az is. Jó. Itt megállunk egy pillanatra. De miért? Van. Igen. Forte. Forte Ferrari. Igen, azt mondja, hogy a telekinézis útját fogjuk fejleszteni, és ezt a képességet. Most már az ilyen nagyobb jószágokat is meg tudom lögdösni. Kiválóságosságosság. Úgy. Volt itt, kérlek szépen titeket. Tündérhapci. Az a pont ott, az. Open path. Mi volt ez a fénykart hang? Mire gondol open path-re? Hogy a repülőgép hátán át tudok menni? Vajon? Ugye onnan jöttünk... Fel tudunk itt kapaszkodni, vajon? Nem, negatív. Ugye itt támadtak az oroszok, mármint a rohamosztagosa. Aha, akkor valószínűleg az van, hogy itt el kell mennünk oldalra. Ott van az az ugra, bugra, bugri, dugri. Oda kéne feljutnunk. Elvileg jó. Sőt, nem elvileg, gyakorlatilag is jó. És átjutottam, átjutottam! Nagyon jó. Térké? Hol van, amit keresek? Föntem. Akzó. Aha, látjátok, ott van egy ilyen kis hasadékosságos mérdéses. Jaj, hogy az anyát... Mellé dobja, hát Jenny az ilyen! Vin, megvan. Már 9-et összeszedtünk. Ez meg még itt vannak amúgy. Jó. Most akkor menjek vissza. Jó. Do not panic. Do not panic. Így akartam. Így akartam. Önnek tetszik-e a karaktere kinézete? Hát most közepesen. Most nem vagyok annyira megelégedve, majd fogunk még alakítani, nem kicsit, hanem nagyon. Fogunk még rajta alakítani, de hát azért nem akarok túlzásokba esni. Na várjatok, a térkép segítségét kérjük. Aha. Le kell esni. Az anyám, mármint hogy a manóba. Kapom. Keep your guard up. You'll heal. You shall never survive.
Megy ez. A kontyot akarod, de hogy akarom a kontyot? Jesus! Kaszaboljanak le fénykarddal, hogy a kontyot beállítjuk. Oda kéne föntre fe... Na de hogyan? Aha, ez is az ugrásosról. Aha. Látom, hát ezt azért nem vettem volna észre, ha térkép nincs. Jó, megvan 11 darab Jedha Scroll. És elvileg ezzel itt ezt a részt úgy megpucoltuk. Aha, takarításos, nagyon jó. És akkor azt mondtam én, hogy gyors utazni fogunk az egyik helyre, ahonnan fel tudjuk szedni. Bazsika, köszönöm szépen a követést. Melyiket néztük, ide is lehetne jönni, és azt fölvenni. De amit én kinéztem, az az, hogy ide jövünk, jegyezzük meg a nevét. Sheltered Hollow. Oda fogunk utazni most. Azt mondja, hogy fast travel. Oda, hogy Sheltered Hollow, azaz. Nekem is OK és végzettségem van, mármint hogy ilyen OK és Jedi talpaló? OK és Jedi papír? Beficcem? Az menő? Mi a november 3? Itt valahol Danger van, azt mondja. Ez a Danger? Bántsuk a Danger. Megvan. Ja, tűne! Á, köszi! Ami még kiderült a napokban, az az egyik játéknak a megjelenése. Ki akartam hirtelen mondani. Erre megyünk tovább, igen. És ott azt, meg azt szeretném fölvenni. Az a Lords of the Fallen, vagy mi a címe? Az a Unreal Engine 5-ös játék? Ilyen Souls-like jellegű? Azt hiszem az derült ki, vagy jött ki a megjelenési dátum a napokba. Igen. Jó helyen vagyunk, és akkor ott fel. A Dűne 2-t azt én is nagyon-nagyon várom. November 3-as szülőnapom, névnapom között köbe félben van, és jön a Dűne. Hát figyelj, akkor ajándékba ezt tudtuk intézni. Nagyon szívesen. Whee! És akkor nekünk oda föntre kéne feljutni. Gondolom én, hogy így. Jön-e 3D-be a Dűne 2? Szerintem nem. Egy zenét találtunk. Na jó. Ó, ott a falon van, látjátok? Azt ezt hogy? Halló! Az a tört ki a bokádat, nagyon jó volt. Várjatok, ez valami nagy truváj kell, hogy legyen. Ezt hogy adjam elő? Te levegőbe kéne ütni egyet, vagy... Fel kéne hívni telefonon azt ott, vagy... Ezt hogy vesszük ki a falból? Jaj, csak oda kellett ugrani. Check it out, PD. Ah, oké.
Én sosem láttam a Dűnét. Hát akkor stream után házi feladat, HBO Max, és ott van fönt az első rész, ami az új Dűnéből. Az első rész, azt hajrá, az nagyon-nagyon klassz lett. Na, azt mondja, hogy jövünk erre. Mi az, ami esetlegesen olyan terület, ahol, amit még nem fedeztünk föl, mert még mindig 88%. Jesus. Jó, srácok, lehet, hogy az lesz, hogy én itt ezt elengedem a lootolásit. Ez mi? Ez az archívum. Igen, ez a... hogy hívják? Ezt itt megcsináltuk. Ott van egy ajtó. Legalább a ládákat szedjük föl, nem? Meg ott is van még valami. Meg ott... Jaj. Na ott nagyon sok minden van. Szerintem itt még... Akkor ide kéne elutaznunk. Vagy ide. És hol vagyok most? Hű, nagyon messze. Aha. Ott van egy meditation point. Nincs itt egy ilyen gyors utaz... vagy izé állatka, amivel tudunk utazni? Na ne. Ott van. Gyere! Már végigvitted a gémet, vagy csak most ezt a mapot maxolod? Második. Nem vittük végig. Böde után kell mennünk majd most. Csak most nekiálltam Jedát itt egy kicsit kitakarítani. Aztán ennyi. Kicsit húzom az időt, mert túlságosan élvezem a játékot, aztán ja, de mindjárt még egy ilyen 10 percet legalább adjatok, vagy nem tudom. Na, azaz. Most fogok megdöbleni. Better. Ide jövünk, ha minden igaz. Uh-huh. Ott fönt. Van, ami nekünk kell. Az mi az a feketeség ott? Steady. Let's slow down. Now. De én itt az állatka nélkül nem fog tudni felugrani. Hát ehhez kell Kestis egy pöcskinsz. Tehát nekem konkrétan ide kéne feljönnem valahogyan. Nem látok ilyen ugró izé. Szia Hucudli, halló. Micsoda élvezetes megszólalásokra érkeztem. Mit mondtam már megint? Kicsit nem figyelek oda, azt elszólom magam. Jój, vigyázz, ne essél. Hogy lehet oda feljutni? Csókolom a kezét. Ja, nem sürgettek, hát... Nyilván nem lesz. Ott van egy echo. Fixen mondom, hát kiszúrta a szememet, megláttam. De szép próba van, hát ennyi. Kicsit megnyújtottuk. How can we stand by while innocents suffer? I know it is difficult, but have faith. The Force will guide us to our true purpose. Na jó, akkor erre rá kell jönnünk, chat. Mindenki vegye elő az okosító szemüvegét, vagy nem tudom. Itt pihenünk egyet, így. Hogy mi a feladat? Hát fel kell oda jutnunk, oda föntre. Lehet, hogy ilyen madár háton kéne utazni valahonnan? Várjatok, milyen opcióink vannak? Mert, hogy ott van egy láda, das ist láda. És valahogy oda fel kell jutnunk. Innen nem hiszem, hogy lehetséges.
Bocsánat, tündérhapci. Uh-huh. És itt nem lehet, hogy mondjuk ott van egy ilyen madár, ami elhoz minket erre, és arról le tudok jumpolni? Ellátunk-e innen odamra? Hmm. Volt ilyen repülő... repülőm? Hát... nem. All right. Nem, innen. Ezzel innen biztos, hogy nem. Repülő... hát az a... amiben be lehet kapaszkodni, az volt, de nem repülő. Szerintem ott, lehet, hogy ott lesz egy madár. Ezt most mi jól megnézem. Menjünk már hát ezen, azért ez akkora nem akadály. Aha, ott, mintha ott ülne a szélén, fent. Ez lehetséges? Itt, az orra esett a csávó. I'm with you, Cal. Na figyelem. Azt mondja, hogy... Bocsánat. Oké. Okay. Ugye itt voltunk ma már, hogy azért is így bátran megyek előre, mert tudjuk, hogy mi az, ami itt van. Kukucs. Azonosítom magam. Én vagyok az, aki most megölt téged. Na jó, mindenki nyugodjon meg. Azaz. Így is van, Dutch. Így is van. Na, szóval, ott látok ezt a madárkát, és nagy valószínűséggel ezt a madárkát kell akkor úgy irányítanunk, hogy oda szem... Úgy. Nagyon jó vagy. Mész. Ne ereszkedj még, ne. Még kibírós. Jump! Ne! Akkor dögölj... Itt! Na. Nyugi. Homlokkal a falnak. Na, hát akkor round two. Oda a szélét kell megcélozni. Onnan jó lehet, fixen jó lehet. Elsőre. Soha nem esünk le. Tudsz emelkedni a madárra. Hogyan? Miért csak most tudom meg ezt 40 óra játék után? Annyi még amúgy nincs. 20, 30, valami ilyesmi, 20x. Igen, és akkor... na, de várjál, innen lemenni legalább le lehet, ha már föl nem tudtam jönni? Jó. Hú, oké. Tü. Mondjuk ezt az ugrást viszont nem vállalom be, úgyhogy menjünk ebbe az irányba, és akkor itt így le, ez az, igen, és akkor itt így le, és akkor megvan a ládikó. Csodálatos, mennyin vagyunk? 88%. Jó. Ide jövünk, és akkor itt még szétnézek a térképen, hogy hova lehetne menni, vagy mi az, ami ilyen nagyobb dolognak tűnik, hogy még megcsináljuk. Ott van valami, ami pirossal van. Ez fe... Jézusom. Az egy shortcut ajtó? One way door, mi? Esetleg? Aha. Tehát azon, ahhoz itt kell behatolni. Ahhoz meg ide kéne jönni. Ez a... Time Worn Bridge. És ott lent, az water. Aha. És az ott az... Undiscovered area. Micsoda? Jó. Hmm.
nekünk ott loot nincsen? Itt van loot. Meg ott van loot. Aha. Ez micsoda? Crypt of Urm... az. Hát értitek. Jó, menjünk a Kriptof akárkihez. Fast travel. Yes. Mit mondtam? Kriptof Urma. Kiváló. Szerintem használd az erőt. Vagy az erő használjon engem. Ja, és akkor azt mondja, hogy jobbra, majd valamit elő kell adni. Igazán? Igazán? Összeteszem itt... Na. Jaj, látom, hogy itt lehet így szaladgálni. Aha. Igen, és akkor... Ó, ráadásul ez nem kisláda, veri megérős. Na, muta. Jöttünk a vasé. Zsedi! Add ide! Add ide! Melyik a, ez a zsedi ruha? Ja, hogy ez a nadrág a zsedi. De én azt hittem ez Yeti felső. Na, várjál már. Shirt. Nem shirt. Jacket. Exile. Ott van. Ott a Yeti. Meg így. Mehet. Meg ezt a hajat, ezt igazítsuk már meg, mert ez a lenyalt izé. Jó, maradjunk enni. De persze, túrjál bele azt a piperkőt, úristen, itt neki. Aha, nem. Jó, maradhat ez. Nagyon Yeti. A shirt az logged. Survivor, nagyon jó. Nadrág, Yeti nadrág. Úgy. Igazi Yetik lettünk, ez az. Ez Sub-Zero, konkrétan. Ha sárga lenne, akkor meg izé, skorpió, nem? És akkor ordibálhatnánk, hogy get over here! Vagy meg egyéb ilyen hülyeségeket. Na, azt mondja, hogy itt van egy pef, vagy puff. Ki hogy mondja. Ott még van valami út, azt megnézzük. Mi volt ez? Nem tudom. Valaki van itt. Fixen hazugság. De ne tüzezzél, mert hát hülye vagy. Jaj, várjál, mert itt szeles. Szóval, hogy itt nagyon fú a szél. Aha, nem, és nekem oda kéne behatolni? Igen. Hát de hát ez lehetetlen, hát ott onnan fúl a szél. Úgy, hogy fentről kellene esetlegesen... na várjál, az mondjuk lehetséges. Fölmászunk. És hogyha ott futok én a falon, akkor lehet, hogy be tudok esni oda. Mondjuk akár föntre is meg tudok érkezni, de ugye nem föntre kéne nekünk megérkezni, hanem lent. Tehát el kéne állítani a szellőt, az Istvánékat. Majdnem jó, jó lesz ez. Én itt így lepottyanak. Igen. Jövünk. És akkor... Csak elmentem, ha iszi tudsz benne. Öcsém, ilyen vaksi hogy lehet-e?
Nani? Lost Treasury. Na várja, ez egy ilyen droid akar lenni itt, ami már elásta magát? Mert hogy itt... Itt kéne lennie konkrétan. Találtam valamit? There's something here. Van itt valami. Ez egy cenent. Csirkék! Ennél van az, hogy az Y-nal dodge-ol vagy mi magától, ugye? Ha azt nyomva ta... Jesus! Jöttek a sáskák. Anyád! Azaz? Jó, jó, jó. Jó, azt kapta. És akkor még ő van. Au! Au! Élök! Hűha! Bum-ba-bum-ba-bum-bum-bum-bum! Lakoszte! Köszi szépen a követést! Hello, hello! Hashtag elsőre! És a skill point is megvan. Semmit nem látok. Jó, megérte erre eljönni a moon. Még vissza nem tudom, hogy hogy jutunk. De tudom, hogy jutunk. Itt így föl. Jó, akkor ami itt van... Scroll... Vagy valami, gondolom én, az akkor nagy valószínűséggel izé. Üh. Szóval nagy valószínűséggel egy ilyen droid, azt megpróbálom majd mindjárt most. Visszamegyünk és előcsaljuk. Igen, ott volt. Micsoda tájékozódási képesség, azért az... Azért az igen. Jó. Van egy skill pointunk, hát még gyűjtögetünk. Egy az nem sok. De legalább kevés. Úgy. Ja, nem ide. Hopi. Tehát, hogyha itt én most kimegyek, egyből futunk. Igen, az egy ilyen... De lefúj a szél! Shoot! Whoa.
sprintelj már! De a rohadt életbe csinálj már valamit, kelkesztisz! Az nagyon jó, csak ugye, hát amikor megérkeztünk, én nyomtam ezt a... Bezzeg, ebbe az irányba már tudsz futni, te szerencsétlen. És ez hívja magát Jedinek, érted? Ez mekkora idegesítő, hogy mehetek most vissza a izéhez. Resztelhetek, és utána próbálkozhatok újra. Ez a kincses droid, ez nagyon... Nagyon buta, buta lett, ezt én nem szeretem. Az nem tetszik. Hogy fogok oda beugrani így gyorsban? Nem lehet olyat, hogy innen föntről leesek oda? Ez már neki túl magas. Nekem is túl magas, hogy ezt miért nem se hábítették beugrani. Tehát mindenféleképpen onnan kell mennünk. A franc esne bele. Csak ugye a szél miatt nem tudok semmit se csinálni. És elindult a robot, érted? És most nem tudok olyat csinálni, hogy... Mert hogy most ide jön a droid. Nem. Jó, tudod mit? Akkor majd egyszer felveszem ezt a kegyetlen hülyeséget. De komolyan. Egy szaros Jedi scrollért ennyit szarakodni, hát na még mit nem. Én értem, hogy ki akarom maxolni a játékot, de azért mindennek van határa. Na jó, húzzunk el innen, mert itt büdös van. Jó, let's go back. Szia Krea, cső. Te itt kimaxoltál mindent? Mindent is fölvettél? Mi történt? Hát itt van egy megpróbáljuk, úgyse sikerül. Tehát van itt egy ilyen loot droid, amit nem tudok felvenni. Tehát jössz. Igen. És ott szembe lent. Ahol most Kelkesztis feje van, ott van a droid. És oda nekem be kell lesnem, szembeszéllel, és ha észrevesz a droid, ugye... És nem tudok semmit csinálni, és Kelkesztis olyan szinten nem egy Jedi, hanem egy mocskos kis féreg, egy senki házi, tehát szégyen, hogy Jedinek nevezik őt, tehát... És mehetsz vissza, töltsd vissza, reszteljél, és próbálkozz. Fú, mindezt egy darab senki házi scrollért. Fú, na jó, ez nagyon rossz. Mász már föl, hát nem Jedi vagy, hanem egy ficsúr. Mondtam én nektek. Ez a csávó, ez nem Jedi, ez... Need to center myself. Ez egy ficsúr, kész. Így. Na, húzzunk innen. Húzunk innen.